Megoldást kell találni arra a problémára, hogy a szerb alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti tanácsokról szóló törvény egyes szakaszait, és ezzel a nemzeti tanácsok számos szerzetjogát megnyírválta, mondta Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pannonár TV-nek. Találja meg Szerbia annak a módját, hogy miként tudja ezeket a kisebbségi jogokat, amelyeket most az alkotmánybíróság megszüntetett, törvényalkotással helyreállítani. Szerbia európai integrációs törekvései megkövetelik majd azt, hogy az alkotmánybíróság döntését a szerb jogalkotással összhangban korrigálják, mondta Németh Zsolt. Az, hogy az autonómia szervének, a Magyar Nemzeti Tanácsnak ne legyen módja az anyaországgal együttműködni, ez ellentétes azzal a kisebbségi megállapodással, amit 2002-ben Magyarország és Szerbia tett, tehát tételes, bilaterális megállapodásainkkal is ellentétes az alkotmánybíróságnak a döntése. Németh Zsolt hozzátette, hogy a közeljövőben a bilaterális tárgyalások során a két ország vezetői napirendre fogják venni az alkotmánybíróság döntéséből fakadó kérdéseket, és reméli, nem lesz szükség egyéb eszközökhöz folyamodni.